Kedves nézőink, velünk élő történelem. Ebben a blogban mindig arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy itt élünk egy országban, körülöttünk zajlik az élet, megnézzük a híradót, és nem gondolunk arra, hogy néha történelmi pillanatokat élünk át, nagy változásokat, ami nekünk most természetes, az esetleg a későbbiekben 10-20 vagy akár 100 év múlva egy jeles nappá válhat akár. Hát nézzük meg, hogy most mi is zajlik körülöttünk. Volt egy nagymúltú történelmi párt, a Független Kisgazdapárt. És aztán eltűnt, újraélett. Mikor a rendszerváltásról beszélünk, akkor ugye egy rendkívül színes palettája volt a különböző pártoknak, mindenki keresgélhetett, hogy melyik is neki a szimpatikus. Majd elcsendesedett ez a vihar, sőt, a Független Kisgazdapártról jó pár éve nem hallunk igazán. Hát mi most utána járunk, hogy ez a nagymúltú párt vajon hogy bontogatja szárnyait, hogyan élett föl, és mik a tervei, hiszen nem olyan sokára választások elé nézünk, tehát ez azt jelenti, hogy amelyik párt indulni tud, az kap majd esélyt arra, hogy esetleg a jövőben beleszóljon Magyarország történelmébe. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Hegedűs Pétert, a Független Kisgazdapárt elnökét, és arra kérem, hogy először egy kicsit mutassa be magát a pártot. Én köszönöm szépen a meghívást. Egy Tea Glóriával, az mindig nagyon jól eshet mindenkinek, gondolom, aki itt ül. És köszöntöm a kedves nézőket nem csak a 6. kerületben, hanem mindenhol, ahol látják ezt az egyébként kiváló műsort. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy kedves nézőink, minden új nézőt szeretettel köszöntünk, hiszen hétről hétre úgy szélesedik nézőink palettája, országszerte újabb és újabb városok kerülnek be a mi körünkbe, úgyhogy köszönöm az első dicsérő leveleket, hogy jaj, magukra találtunk, milyen jó, úgyhogy valóban mi most egy országhoz szólunk. Hát szívből kívánom, hogy ezek a levelek szaporodjanak és egyre több helyről írjanak. A kérdésére válaszolva, ez a párt, ez most, hogy március 15-e előtt beszélgetünk, és ugye 15-én is látható lesz ez a sugárzás, elmondhatjuk, hogy ez Petőfi pártja. A Kisgazda párt gyökerei azok az 1848-as szabadságharcban rejteznek, ugyanis a 48-as szabadságharcot követően ugye a jobbágy felszabadítás megtörténtével rengetegen kerültek ki a zsellérsorból, a jobbágysorból, és majd lettek később zsellérek persze, és jutottak földhöz. És ez a populáció termelte ki tulajdonképpen, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, azt a kisgazda réteget, amely 1908-ban elkezdett szerveződni, tehát 60 évvel a jobbágy felszabadítást követően. Magára eszmélt, megtalálták a közös érdekeiket, és összeszerveződtek. A kisgazda párt az a néplélek pártja, a magyar nép pártja, a nép lelkéből fakad, és hadd beszéljek egy néhány szót a velünk élő történelem a műsorcím kapcsán pontosan arról, hogy miért él velünk a történelem, és hogy hogyan él velünk a történelem. Ugye a magyar néplélek az egy olyan érdekes, varázslatos dolog, hogy szeretjük a természetet, a magyar természetet, amikor és a magyar tájat, ugye, amikor a Felső-Tisza vidéken azt énekli a magyar paraszt, hogy a kanyargós Tisza mentén ott születtem, és akkor a Közép-Tisza vidéken ráénekli valaki, hogy álmodó Tisza part szívem, lelkem odahajt. És ugye emlékszik erre a szép dalra. Gyönyörű és, dal. És van egy, még maradjunk a Tiszánál, Szegeden pedig valaki azt mondja, hogy Juhász Gyula versét idézi, hogy Tisza partján halkan ballagok, s hallgatom, mint sírnak a habok. Tehát ugye nem beszélt össze a Felső Tisza vidéki, a Közép Tisza vidékivel, meg az Alsó Tisza vidékivel, hanem egyszerűen a magyar néplélek így áll össze egy egészé. A magyar kultúra így áll össze. És akkor én ezt kutatgattam ezt a témakört, és
és egy másik hasonló időbeli kiterjedését a velünk élő történelemnek próbáltam nyomozgatni, és találtam egy olyan dalt, amelyik egy Rákóczi, egy Kuruc kesergő. Ott is az elvesztett szabadságharcról van ugye szó. És azt mondja, hogy nagymajtényi síkon letörött a zászló, rászállt tollászkodni egy fekete holló, tépi sötét szárnyát, hull a könnye rája, szegény kurucoknak rongyos dolmányára, és így tovább. És hogy ki ez, mi ez a fekete holló? És a magyar néplélek összehozta Mátyás király fekete hollóját, 200 év távlatából a Mátyás siratja és próbál lelket önteni a szegény kurucba. Siratja az ő hollója az elvesztett szabadságharcot. Tehát nagyon szépen összeállnak ezek a dolgok térben, időben, és amikor ugye velünk élő történelemről beszélünk, akkor ezek a dolgok az idő sodrában ahhoz is kedveznek, meg azt is előhozzák, hogy egy érdekcsoport, a jobbá, felszabadult jobbágyok összeszerveződnek egy politikai egységé. És ugye 1920-as években már 50% felett volt a független kisgazdapárt egy 20-as választáson, és 1945-ben pedig 57,6%-ot ért el. Uh-huh. Tehát meghatározó ereje volt az országnak. Amikor most a győztesek előjoga az, hogy átírogatják a történelmet, és egy kicsit ugye belemaszatolnak a történelem lapjaiba, aztán az idő majd kimossa ezeket, én tudom. De mindig azzal figyelmeztetem őket, hogy azért két dolgot ne felejtsenek el, például 1946-ból, hogy ma is köztársaság van, gyakorlatilag a kisgazdapárt váltotta le, úgymond a királyságot, és ma is forinttal fizetünk a köztársaságot 1946. február 1-én, a forintot pedig 1946. augusztus 1-én vezette be a független kisgazdapárt. Hát a régi dicsőségünk hol késel az éjjel homályban, ugye kérdezhetné ön is, meg a kedves nézők is természetesen. Hát reméltem azt, hogy erős reménységem volt nekem is, hogy ez a történelmi fordulat előbb-utóbb vagy bekövetkezik. És az időkereke egy picikét úgy forog, hogy ezt a populációt nem felejti el. És igenis a magyar népléleknek, a magyar néplélek pártjának, annak ott a helye a magyar parlamentben, a magyar országgyűlésben, hiszen nagyon sokakat képvisel, hogy egészen egy primitív fordulattal élve az egészséges táplálkozást képviseli azzal, és azzal szoktam gyötörni egyébként az engem kérdezőket, hogy megkérdezem, és hadd kérdezem, kedves Glória, hogy maga szerint mit jelent a független kisgazdapárt kifejezésben ez a szó, hogy független? Hát szerintem az, hogy az politikai ideológiáktól függetlenül mondjuk a haza érdekeit képviseli, legyen egészséges a nemzet, tartsuk meg a földjeinket, gondolom, azt, ami a mi hazánkra jellemző. Forró-forró, mondhatom. De nem bánom, ha segít, szabad a gazda. Igen, a mindenkori hatalomtól független. A mindenkori politikai hatalomtól független, uh-huh. Mert ugye a paraszt régebben ugye nem volt rászorulva vízművekre, volt jó kút, jó vízi kútja. Árnyékszéke volt, ugye mondjuk az egy fejlődési folyamaton ment keresztül, de nem volt rászorulva, nem függött a csatornázási művektől, nem megtermelte a zöldséget, gyümölcsöt, húst, ugye szárnyas jószág, disznó, tehén adott tejet, és így tovább lóval húzta, szállította a dolgokat, a terményt, tehát csak az állatorvosra, meg az emberorvosra szorult rá, meg ugye olajat kellett venni a lámpába. Tehát tulajdonképpen a mindenkori hatalomtól független volt, ez senkinek nem tetszett egyébként, uh-huh. És mindenki megpróbálta és megpróbálja ezt a réteget így megfogni. Hát ma már azt is mondhatnánk, hogy szinte egy vállalkozók pártja, hiszen ma már egy elég nagy réteg az, aki önmaga megpróbál a saját lábán megállni, és egy kis gazdaságban termelni, élni. Hát igen, az agrárvállalkozók egyre erősebb réteget képviselnek, egyre több fiatal költözik ki tanyára érdekes módon. Gondolom, ez cél is, hogy igen, ismét... Igen, szeretnénk is, mert a társadalomnak az egészséges működéséhez hozzátartozik, hogy
ha egy emberi testnek tekintjük egy országnak a társadalmát, akkor a hajszálereknek is működniük kell, a szívnek a munkája egy kicsikét csökken, ugye, és jobban regenerálódik, és ezek az a hajszálerek, ezek vidéken vannak. És a tanyák, a kisfalvak népe, hogyha egészségesen tud élni maga, és egészséges terméket termel a piacra, akkor a városinak is jó egyébként. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy például a fiatal vállalkozókat szeretnénk segíteni, támogatni. Az elképzelésünk, hogy ha 2014-ben bekerülünk a Magyar Országgyűlésbe, feltétlenül szeretnénk megszavazni, azt most is erőltetjük egyébként a Fidesznél, hogy a fiatal vállalkozók első esztendejét 100%-os adó- és járulékmentesen tölthessék el. Igenis, nem szabad félni a fiataloktól, nem fognak elmenni se Nyugat-Európába, sehova, hogyha csak hagyjuk őket egy kicsit erősödni, megerősödni, tollasodni, gyarapodni, mert ahogy a fiatal csemetefát is a gazda erülteti, az gondozza, ápolja, és abban segíti azt a csemetefát, hogy minél mélyebbre ereszte a gyökerét. A természet törvényei azok a fiatalokra is, tehát az emberekre is vonatkoznak, és a fiatal emberekre, lányokra, fiúkra is vonatkozik, és hagyni kell őket, és nekünk az a szent hivatásunk többek között, hogy a jövő generációját, hogyha segíteni szeretnék, hogy ők minél jobban tudjanak gyökeret ereszteni, és akkor a vihar se fogja ezt a kis fiatal csemetét kitépni. Természetesen menni kell mindenhova, világot látni. Biztos hallott ezt a kifejezést, a valcolás. Valcer keringő. Igen. Keringőzni tud? Hogyne. Na hát. A valcolás, a valcer a Mátyás király idejében is már bevett szokás volt a mesteremberek körében. Uh-huh. Tehát amíg nem keringett egyet például, tehát egy német, tehát egy asztalos legény, aki mondjuk valamelyik vidéki városban, faluban, vagy akárhol az asztalos mesterséget kitanulta, addig nem kapott mesterlevelet, amíg nem tette egy kört Németalföldön. Nagy Péter cár is Hollandiába ment ácsságot tanulni, az ács szakmát megtanulni, és kergette ki ugye az orosz fiatalokat, hogy tanulják. Nos, a mi királyunk Mátyás király is megcsinálta ezt, és a vasmunkás is, és hozta, nem félt az idegentől se. Tehát minden jót Fazola Henriktől meg, kezdve sokat nem véletlenül jöttek. Aha. Ugye Veres Péter, mikor azt mondja, hogy én nem mehetek el innen soha sehova, és mert ugye a gondjai sárba húzzák, miközben a vágyai az égbe emelnék. Ugye ezzel valamennyien így vagyunk, gondolom, hogy a vágyaink azok a magas égben röpködnek, de a gondjaink azok húznak lefelé rendesen. És azt mondja, hogy de azért idehozzuk a világból, ami szép, ami jó és amit érdemes. Hát igenis, ide kell hozni a nagy világból azt, ami szép, ami jó és ami érdemes. De azok a fiatalok, akik itt gyökeret eresztettek és elmennek külföldre, azok visszahozzák magukkal a szépet és a jót is. Van erre jó példa. Igen. Ugye Finnországot szoktam emlegetni, amikor ugye a II. Világháború után a finn gazdaság és a finn társadalmi élet Európa mélypontján volt. Mi hozzájuk képest krőzusok voltunk. Hm. És akkor a finnek között elterjedt egy szó. És most, amikor mi a kisgazdapárt azt mondjuk, hogy légy a hazád gazdája, akkor mi egy kicsit hosszabban fejezzük ki magunkat, de keressük azt az egy szót. Lehet, hogy ez a haza lesz ez a szó. Ők akkor azt mondták, hogy sziszú. És ez a szó, két finn találkozott egymással néztek mélyen a szemükbe, és azt mondták, hogy sziszú. Semmi többet nem mondtak, és mentek tovább. Ez az erő, az álhatatosság, a kitartás, a kőkemény bizalom a saját jövőben ezt jelentette. És mentek tovább, és bennük volt, bennük maradt továbbra is ez az erő. És én ezt szeretném, hogyha mi is átvennénk ezt a módszert. Tessék megnézni, Finnország egy sikertörténet. Több mint 300 ezeren mentek külföldre finn fiatalok,
katasztrófa volt. Ma mind a 300 ezer Finnországban él újra. És a saját gyerek, ugye ezek már felnőtt emberek lettek közben, ezek a saját gyerekeiket küldik kifelé, és hívják vissza persze, tehát nem úgy küldik, úgy, mint Mátyás király, úgy küldik, hogy tapasztaljanak, gyarapodjanak, a kezük ügyesebb legyen, a szellemük erősebb legyen, és akkor ez végül is a hazájuknak szolgálnak, és annak tesznek jót. Hát röviden csak ezt szerettem volna mondani. Ezt nagyon szépen köszönjük, és azért az egyik legfontosabb gondolat az maga a haza, illetve a magyar föld védelme. Hogy gondolják ezt megoldani? Aki elveszíti a földjét, az elvesztette az országát. Tehát a magyar földnek a megőrzése az nekünk az életünk része. Tehát ha a magyar földet elveszítjük, az a halálunk. Ha a magyar földet megőrizzük, az az életünk. A magyar föld az egyik legjobb minőségű föld, nem a legjobb, rosszul mondtam, nem az egyik legjobb, rosszul mondtam, a legjobb föld Európában. Hasonló minőségű földek vannak ugye Ukrajnában is, meg bizonyos francia vidékeken, de ilyen jó minőségű föld az sehol nincs. Jellemző, hogy lehet, hogy egész Európában, az Európai Unióban nincs nagy tekintélyünk, de egy helyen nagyon-nagyon komoly tekintélyünk van, ez az Európai Unió, Európai Parlament gazdasági, mezőgazdasági bizottságánál. Ott bármiben akarnak dönteni, mindig ránéznek, kinéznek a magyar képviselőre, és megkérdezik, hogy rendben van-e. És akkor bólintanak csak, hogyha valóban rendben van, a magyar fél is bólint. Tehát nekünk ezt 20 körömmel meg kell védeni. Én azt gondolom, és azt tudom jelen pillanatban, és ezt biztosan tudom állítani, hogy jelen pillanatban még van jogi lehetősége annak, hogy a magyar földet bebástyázzuk, tehát ezt ne Ebek 31-jára nem kerülhet, csak úgy zárójelben szeretném megjegyezni, hogy Angliában egyikünk se tudna földet vásárolni, akármennyire szeretnénk, mondjuk pénzünk sincs rá, de ez egy másik dolog. Azért a bizalmat megszavazzuk magunknak, azért legyünk ennyire nagyvonalúak. De minden esetre minden angol négyzetcentiméterre az angol földnek, az kérem szépen az angol korona része. Például ezen is érdemes a távlatban majd elgondolkozni. De ugye ez valamikor így volt, és ezt ugye 1000 éve királyság voltunk, most van egy 70 éves hiátusz, hát Istenem majd megoldja a történelem ezt a kérdést is. De hát ez egy messze vezető gondolat. Én azt gondolom, hogy most viszont ez a feladat áll előttünk, hogy 2014. május 1-ig a magyar földet olyan helyzetbe kell hozni jogi eszközökkel, hogy az a milyen maradjon. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a Független Kisgazdapárt zászlót bontott. Gondolom önökkel együtt kíváncsian várjuk, hogy a következő évben mivel is fognak minket meglepni, mi lesz a mondani valójuk a mi számunkra. Köszönöm, hogy itt volt velem, és egy kis tejázásra önt is köszönöm. Hívom. A megtiszteltetést. A világ egyik legfantasztikusabb itala, hisz ha kell, akkor frissít, ha kell, felmelegít. Országunként eltérő évezredes szertartások és hagyományok kötődnek hozzá, ugyanakkor rendkívül egyszerű az elkészítése, és mindenki számára olcsón hozzáférhető. Kezdetben a 17. század elején rendkívül drága termék volt, így a gazdagok kedvelt itala lett. A teaimport növekedésével az ár egyre csökkent, és szélesebb rétegek számára vált elérhetővé. A tea őshazája India területén van, bár eredetileg Kínában is honos volt.
A tea minőségét több tényező határozza meg. A cserje fajtája, a levelek fejlettsége, a feldolgozás módja, a tea származási helye. És amit mi a vásárlás után befolyásolni tudunk, az elkészítés és az ízesítés módja. Minél tovább áztatjuk a teát, annál magasabb lesz a koffein tartalma. Viszont a túlázott tea élvezhetetlen. Javasoljuk tehát az 5 perc áztatást, de persze mindez egyéni ízléstől függ.